Jó estét kívánok! A hit, és itt az Isten hitre gondolok, életünk szerves része. Gyerekeink már közös étkezési imát mondanak az óvodában, templomba járunk, imádkozunk, életünk fontos döntéseinél Isten áldását kérjük. Mégis túl keveset beszélünk róla. A nagybőjt időszaka azonban alkalmat teremt arra, hogy hangsúlyosabban megéljük és beszéljünk a hitről. Mi is ezt a témát választottuk ma nagypénteken. Meghívottaimmal arról fogunk beszélgetni, hogyan élik meg a hitüket a mindennapokban. Köszöntöm a stúdióban Székely Kinga Réka unitárius lelkészt, Mózes Andreát, az Ő az Út keresztény ifjúsági szervezet munkatársát, és Sófalvi Adél nagycsaládos édesanyját. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Hát a legnehezebb kérdéssel fogom kezdeni, hogyha megpróbálnátok elmondani nekem, hogy számotokra mit jelent a hit. Kinga Réka. Hát a hit a legerősebb fogódzó, legalábbis az én életemben, és ez most már elég sok évtizedre nyúlik vissza. És ha röviden akarom mondani, akkor a legerősebb fogódzó. Persze mondhatok sok-sok bibliai képet, ugye kőszikla, gondolom ez a legalapvetőbb. Egy olyan erő, amely biztonságot ad, egy olyan erő, amely segít úgymond bármin is keresztül menni, hogyha nagyon muszáj, ugye? Mert nem muszáj, válasszuk a szenvedést és a nehézséget, de hogyha jön, akkor a hit az, ami tart, mint egy kőszikla, és tudod, hogy mindig van, akihez fordulni, és hogy soha nem vagy egyedül. Tehát szoktam néha viccelni, lehet, hogy nagypénteken éppen nem illik, de szokták kérdezni tőlem, mikor például most az utóbbi időben jártam ilyen imaheti estékre, hogy kérdezték, és egyedül jössz, és akkor mindig azt válaszoltam, hogy én soha nem vagyok egyedül. Az, hogy nem látszik az, aki velem van, az egy dolog, de soha nem vagyok egyedül. Tehát egy biztonság, egy erő, egy alap. Andi, számodra? Két szó jutott eszembe, az egyik a csoda, és a másik az inkább egy ilyen kifejezés, hogy valami, ami egyáltalán nem logikus, így ilyen matematikai aggyal így megfogva. Azért csoda, mert valahogy mindig csodákat tesz maga a hit. Tehát, hogyha van egy helyzet, hogyha hit nélkül állnék hozzá, akkor valószínűleg nem tudnám átvészelni, vagy nem tudnák átmenni a nehézségeken. De hogyha ott van a hit, és az a szikrányi csoda, akkor az úgy valahogy fölülkerekedik az egész helyzeten. És hát úgy a nem logikus része az meg az onnan jön, hogy néha el is gondolkodom, hogy te jó ég, mennyire fura ez a hit, mégis működik, és mégis van, és mégis javunkra van, úgyhogy így ez jutott. Hogyan köszöntöd be az életedbe? Ez a neveltetés kérdése nálad hogy történt? Hát igazából neveltetés része is. Szüleim keresztény, katolikus gyakorló hívők, és hát ellen járogattunk templomba, én eléggé kihagyogattam, vagy úgy nem nagyon mentem, szalasztottam, vagy halasztottam, amikor s, ahogy lehetett, de 2013-ban van ez a Csíksomlyi ifjúsági találkozó, elmentem oda, és ott volt egy szentségimádás, és ott ilyen ifjúsági énekek, meg gyertyák, meg ilyen nagyon vagány hangulat volt, és ott csak letérdeltem Isten elé, és egyszerűen megérintett valami. Nem igazán tudom megfogalmazni pontosan, hogy vagy mi az, de hogy akkora békességet éreztem magamban, hogy csak sírni tudtam, de hogy nem volt így különösebb okom rá. És akkor attól a ponttól kezdve azt mondtam, hogy jó, azt hiszem, hogy Isten megérintett, és hogy én ezen szeretnék járni. És akkor utána csatlakoztam egy ifi csoporthoz, meg így lépésekben kezdtem el így a hit útján járni, úgyhogy konkrétan 2013-ban köszöntött be az életemben így az erősebb hit. Adél, számodra a hit mit jelent? A számomra a hit az egy személyes kapcsolat azzal az Istennel, aki engem megalkotott, aki úgy, ahogy elhangzott, mellettem van, aki megvigasztal, aki bátorít, aki egyáltalán ott van, jelen van az életemben, és nem is tudom elképzelni ezt másképp most már. Ez a megfoghatatlanság, amit mind a hárman kiemeltetek, ez
Hát ez lehet az alapja, ugye, hinni valamiben, ami nincs közöttünk, de valahogy mégis érezzük, mégis az ő útján járunk. Kinga Réka, hogyan lettél unitárius lelkész, hiszen most már jó néhány éve Homorod-Szentpéteren vagy lelkipásztor. Igen, már 26 esztendejem. 26? Nagyon szépen már látom a nyugdíjba menetel határidejét is, úgyhogy már mindent látok nagyon világosan. De ez egy nagyon egyszerű út volt számomra, mert édesapám is lelkész volt, és bár nem voltak lányok akkor az unitárius teológián, de azért, pont azért szerintem, mert hittem, úgy gondoltam, hogy mire én oda kerülök, arra biztos felvesznek. Édesapám lelkész volt, és hát ezt az egész küzdelmet, amit ő ott végig élt a Nyikó mentén, Kobátfalván, nem tudom, ha jártatok arra fele, Nyikó mentén, Kobátfalván, nekem egy ilyen, megint csak mondjuk ezt a szót, hogy megfoghatatlan és meghatározhatatlan, de egy ilyen útmutatás volt, hogy nekem azon az úton kell menni. Persze ez hozzájárult az édesapám mellett az ő nagymamája, az én dédnagymamám nagyon hívő vallásos református asszony volt, ugyanakkor hozzájárultak a hívek, a Kobátfalvi Egyházközségnek a hívei, akiknek az életéből, a mindennapjaiból lehetett látni, hogy milyen az, amikor valaki hisz, milyen az, amikor valakinek az életében van egy erkölcsi rend, és tudja, hogy merre kell menni, és amikor baj van, akkor nem ijed meg, és amikor ott kell lenni, ott van. Szóval úgy feltarisznyálódtam, nem kellett olyan nagyon sokat keresgéljek és válogassak. Tudtad az utadat. Igen. A beszélgetésünk témája ugye az, hogy a hit az életünkben, hit a mindennapjainkban, és tapasztalhatjuk azt, hogy sokan körülöttünk ünnepnapokra hagyják a hit megélését. Ez azért a mindennapokban hívő embernek teljesen másképp van, és lelkészként te aztán ezt főleg megéled. Hogyan éled meg te a mindennapokban a hitet? És el tudod-e választani a lelkésznőt attól az anyától, nőtől, aki megéli a hitet a mindennapokban? Nem tudom elválasztani, minden az egyben, és talán ez is egy hátrányom, vagy bajom, vagy nagyon erőltetjük, akkor betegségem, tehát minden az egyben. Sokszor voltam más egyházközségeknél, és férfi és női kollégáknál, és mindenki, mikor oda mentünk, egyből hívott az irodába, és akkor nekem eszembe jutott, Atyaisten, nekem nincs is irodám. Tehát a papilakon van néhány íróasztal, és én megyek egyikről a másikra, mert az életem, a hitem, az életem, a szolgálatom, tehát most ez lehet egy kicsit nagyképűen hangzik, de nem akarom, hogy az legyen, hanem csak egyszerűen ez így van. De hogyha a férjemet kérdezitek, ő azt mondja, hogy Kinga Réka az, aki soha nem jár a földön. Úgyhogy ezt jelenti számára az, hogy én egy hívő ember vagyok, és hát persze van ebben egy apró kis fanatizmus, azért be kell lássuk, hogy minden hívő emberben van azért egy ilyen gyökér, egy ilyen kőszikla, hogy nehezen kimozdítható, és ez persze rossz értelemben lehet fanatizmus is, de jó értelemben, és én remélem, hogy még nem léptem át a határt, remélem, hogy tényleg még csak hívő vagyok, és nem vagyok fanatikus, de én hiszek abban, hogy a Jóisten majd megsegít. Tehát amikor megyünk valahova, most megint visszatérjek a férjemre, és akkor ő nagyon logikusan, ő informatikus, ilyen kockafej, mindig mindent szeret szépen tudni, rendezni, hogy fognak történni a dolgok, és akkor én bedobom az én varázsmondatomat, hogy a Jóisten majd megsegít, és ő ettől majd nem elájul, de ez nagyon jól passzolunk és találunk, úgyhogy igen, van egy ilyen, tehát a hit a mindennapomban, hogy tényleg hiszem, hogy megsegít, de sokszor olyan helyzetekben, hogy lehet, hogy nevetséges, vagy lehet, hogy a többiek azt mondják, hogy ez a fehérnép bolond, de eddig legalábbis mindig úgy éreztem, hogy megsegített. Persze volt olyan alkalom, hogy úgy éreztem, hogy de nem akkor, amikor én akartam, ugye, hanem mikor visszafele tekintettem, akkor értettem meg, hogy mit is kellett volna, akkor megértsek, akkor nem értettem, de most már értem. Igen. Na, de én túl sokat beszélek, adjuk át a szót a fiataloknak. Igen, én is, Andrea, rád vagyok kíváncsi, hogy te hogyan éled meg a hitet a mindennapokban, mit jelent számodra?
Amikor már feltetted a kérdést, már kezdtem gondolkozni, hogy mit is mondjam. Hát így a hit a mindennapokban talán leginkább azt jelenti számomra, hogy az lehetek, aki vagyok, hogy a Jóisten előtt soha nem kell színjátékot játszódjak. És ez egyébként egy ilyen nagy szembesülés volt számomra, hogy az lehetek, aki vagyok, hogy nem kell Isten előtt, jaj, milyen ügyes vagyok, vagy milyen tökéletes vagyok, hanem igen, Uram, elszúrtam, elromtottam, ez vagyok én, ennyire gyenge. És hogy ugye ez a hétköznapokban nagyon-nagyon kilátszik, mert nem vagyok az, hogy akkor reggel még lehet jó kedvem van, de hát estére már ilyen, még magamhoz se lenne türelmem, és hogy a Jóistennek mindig van türelme hozzám, és így ennek a megélése, ami talán a hitemnek a megélése egy a hétköznapokban, hogy mindig van, akihez menjek, és úgy mehetek, ahogy vagyok. Persze nyilván hozzátartozik az imádság, meg így akár igéken való elmélkedés, de hogy most elsőből ez az elfogadás. Vagy van olyan, hogy ideges vagyok, és akkor próbálom nem, mit tudom én, valaki felbosszan, és akkor próbálok nem neki visszaszólni, hanem így az első, hogy Istenem, olyan ideges vagyok, úgyhogy most neked el fogom mondani, hogy mennyire ideges vagyok. És hogy jó tudni, hogy mindig számíthatok valakire, aki meghallgat. Úgyhogy így talán. Említetted az elfogadást, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogad el a környezeted. Tehát előzetes beszélgetésünkben már feltettem neked ezt a kérdést, hogy létezik-e ma még az, hogy kicikiznek azért, mert te hívő vagy, azért, mert gyakorolod a vallásodat. Gondolom nem olyan körökben mozogsz, de azért mégis érzékelsz-e valami ilyesmit a társadalom részéről? Igen, valóban igaz, nagyon kevés olyan körben mozgok, ahol nem hívők vannak. Ez egy gyengeségem, úgyhogy ez például egy olyan dolog, amit szerintem kellene javítanom. Viszont laktam olyan bentlakásban, ahol egyetemi időm alatt, ahol nem mindenki volt feltétlen hívő körülöttem. Ők valahogy elfogadták, vagy volt olyan, hogy... Ilyent is mondtak, hogy szép és jó dolog ez, de hogy én nem tudnám csinálni, de azért felnézek rád. Szóval, hogy nem vagyok az a típusú, aki nagyon kezdeni így ezt a... Úgy szoktam mondani, hogy Jézus dumát, hogy akkor megyek olyanba, és akkor Jézus úgy, hanem talán ez az elfogadáshoz megyek vissza, hogy én, ha elfogadom a másikat, vagy ha úgy fordulok a másikhoz, hogy elfogadom, talán ő is jobban elfogad engem. Úgyhogy... nem igazán találkoztam ezzel. Olyan szinten mondjuk igen, hogy most ha megosztok valamilyen keresztény dolgot, ez az önöfalom, hogy nyilván nem kap annyi lájkot, vagy ilyenek, de hogy visszaszólásként nem. Lehet, hogy nem is mertek az emberek úgy nekem visszaszólni. Alapjáraton a jellememhez hozzátartozik, hogy én nagyon lobbanékony, meg így nagyon megmondom, és akkor lehet, hogy nem is nagyon... mertek. De a való igazság az, hogy kevés olyan környezetben mozgom, ahol nem hívők vannak. Vagy hogyha el is megyek, akkor nem tudják rólam egyből, hogy na, te hívő vagy. Persze. Úgyhogy így ez. Adél, nálatok mit jelent a hit a hétköznapokban? Hát, mikor mit? Az utóbbi időben azt mondanám inkább, hogy talán egy harc. Akár az is, anyaként ugye 4 gyerek mellett, meg a mindenféle más mellett, akár azt az időt is, amit úgy Isten lábainál töltök el, azt meg kell harcoljam, mert az nem fog magától működni. És ezt be kell tervezzem, hogy ez mikor legyen, és ez egy kicsit függ a családi, mindennapi jövésmenéstől. De hogy nekem nagyon sokat számítanak, és nagyon feltöltenek azok az idők, amikor tényleg így le tudok ülni Jézus lábaihoz, és úgy csak akár vele lenni, vagy elmondani neki dolgokat, vagy csak úgy meghallgatni, vagy igét olvasni. Szeretem a hajnalokat, amikor egy kávé mellett leülünk kávézni. Ezeket nagyon-nagyon szeretem, és ezek nagyon sokat jelentenek az életemben. Ezen kívül ott vannak a szolgálataink, amik által úgy érzem, hogy azáltal, hogy készülnöm kell, nagyon sokat tudok növekedni abban, hogy én úgy gondolom, és azt látom, hogy az Istennel való kapcsolatunkban
nincs egy ilyen, hogy most elértem egy fokozatot, és akkor innen már nincs tovább, hanem ez egy olyan folyamat, ami szerintem egész addig fog tartani, amíg oda át kerülünk, és hálás vagyok minden lehetőségért, amikor egy kicsit többet meg tudok sejteni abból, hogy kicsoda Isten. Beszélgettek-e mással Istenről? Hát én úgy vagyok ezzel, hogy nem tudok hallgatni arról, ami velem történik, és igazából annyira e körül forog az életem, tehát akár ha anyaként, vagy feleségként, vagy hétköznapokban barátokkal, vagy akár nem keresztény közös környezetben is, nekem erről szól az életem, és én nem tudok másról beszélni. Tehát minden összefügg a hitemmel, azzal, hogy az Istenre való kapcsolatomban hogyan vagyok jelen én, hogyan hat ez rám, tehát ezek az életem, ez az életem központja, és akkor nyilván minden oda sugárzik. Nők vagyunk, nőkként beszélgetünk ma este itt, és úgy gondolom, hogy például az anyáknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy a gyerekek merre fejlődnek, hogy megkapják-e azt a pici magot, ami kicsirázik majd, és abból megszületik a hit bennük. Ti hogy vagytok ezzel? Gondolkodtok-e ezen? Munkálkodtok-e ezen? Vagy inkább példamutatás az, amivel próbáltok nekik segíteni? Kingaréka. Hát mindkettő, gondolom. Uh-huh. Én legalábbis, amíg a gyerekek kicsik voltak, most már nagyobbak, a legidősebb is ugye 15, sokat vittem magammal, tehát mindig hurcoltam mindenhova magammal, persze egyszer megígértettem, tehát hogy ilyen olyan szabályok vannak, és akkor azokat be kell tartani, nem mindig tartották be, tehát volt olyan, hogy eljöttek velem, és bokán rúgták a kollégát, vagy valami nagyon-nagyon durva dolgokat is elműveltek, de úgy általában véve ott voltak, és velem voltak, és a szolgálatokban, persze nem vittem őket mondjuk temetési szolgálatra, oda sohasem, de minden más szolgálatra, sokszor még akkor is, amikor valakiket látogattunk. Persze nagyon nehéz volt, tehát a kicsi gyerekek, ők különben is ugye nagyon őszinték, nyersek, és tényleg annyit tudnak kérdezni, hogy egy idő után az embernek a haja az égnek áll. Vagy olyant. Igen, vagy olyat, de ez az örökös. Hol van Isten? Te kivel beszélgetsz, anya? Uh-huh. Mondta a második, a középső fiunk, hogy engedjétek anyát, menjen a templomba, legyen boldog, beszélgessen magába, azt mondta. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, de nyilván, hogy nem akartam, én például is gondolom, hogy ti sem, hogy erőszakkal, hogy neked aztán most inned kell, mert te papfióka vagy, és neked most muszáj. Nem muszáj, de meg vagyok győződve, tehát hogyha nem irányítod arra fele a gyerekeidet, és nem éled át velük uh-huh. együtt a hitet, akkor honnan tapasztalhatnák meg, nem? Tehát vannak ilyen nagyon felvilágosultaknak nevezik magukat, és nagyon szabad elvűnek, hogy a gyerekeket nem szabad befolyásolni, mint hogyha az a gyerek ugye 3 évesen tudná, hogy most akkor a templomba kell menni, vagy a kocsmába, ugye, tehát én ezeket a nézeteket nem vallom. Tehát uh-huh. én azt vallom, hogy te azért vagy szülő, mert Isten a gyereket rád bízta, azért bízta rád, mert úgy gondolta, hogy te tudod az ő segítségével a legjobban eligazítani, tehát az a dolgot, hogy igazgassad, nem. Tehát ilyen, hogy csinálj, amit akarsz, ez nálunk nem ment. Persze, amikor aztán tinédzserek lettek, és jött a nagy ellenszegülés, akkor nagyon kemény vitáink voltak, de hát tehát megéltétek ezt is. Ez ezzel jár, és mindig azzal a mondattal vigasztaltam magam, hogyha nem beszegednénk, van egy ilyen, valamilyen pszichológus mondta, hogy akkor baj volna, tehát ha a gyerekek mindent elfogadnának, ha mondanák, hogy jó anya, megyünk templomba, jó anya, imádkozunk, jó anya, nem tudom, akkor valami baj volna, de nálunk nincsen baj, mert nagyon kemény vitákat kellett megvívni. De úgy gondolom, hogy tényleg óriási különbség van a között, hogy mondod, egyfolytában csépeled a saját gyerekeidnek, vagy a gyülekezet gyerekeinek, hogy imádkozzál, jár templomba, imádkozzál, nem tudom, hogyha nem látják uh-huh. a szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy nem látják tőled, mint aki a lelkész vagy. Úgyhogy a kettőt össze kell szerintem valahogy kombinálni, de hát végül is az evangéliumban is ezt olvassuk, és
újra és újra visszatérő motivum ez, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és nem csak a beszédben áll az Isten országa, hanem úgy is kell élni, és hát Jézus is ugye ezt tanította, tehát mindenre szükség van, a beszédre, a gyakorlatra, útmutatásra, megértésre, vitatkozásra, és ebből kerekedik ki egy szép, szép egész. Érzed a feladatnak ezt a súlyát, Adél, te magadon? Igen. Igen, ez úgy gondolom, hogy ez egy nagy ajándék számomra, hogy főleg, hogy nálunk elég nehezen és későre születtek a gyerekek, hogy egy nagy ajándéknak tekintem azt, hogy Isten pont nekünk, pont őket ajándékozta, és mindenképp az egyik hivatásomnak látom azt, hogy a gyerekeim nek átadjam azt az értékrendet, amit úgy gondolok, nem én, hanem úgy látom, hogy ez jó, ez élhető, ez nekik is életet ad, és ami tőlem telik, azt tényleg megteszem, akár példamutatás szempontjából is. Van, amikor elbukom, nyilván nem tudunk tökéletes szülők lenni, és talán nem is kell, de amit én nagyon-nagyon... aminek nagyon örülök, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatásra tud lenni a gyerekek életében, az az, hogy 10 évvel ezelőtt rábukkantam egy könyvre, aminek az a címe, hogy minden gyermeknek szüksége van egy imádkozó édesanyára, és az elmúlt 10 évben hetente imádkozom a gyerekeimért más édesanyákkal együtt, pont ma onnan jöttem ide, és ez is egy olyan nagy erő tud lenni, hogy minden alkalommal oda teszem Isten elé, imádkozom a jövendőbeli házastársaikért, a hivatásukért, az egészségükért, a mindenért, ami úgy velük kapcsolatos. És bár igazából a döntéseiket majd nem fogjuk tudni befolyásolni, mert szabadon kell, majd el kell engedjük őket egy adott ponton, és majd az ők döntésük lesz, hogy Istennel járják tovább az útjukat, vagy sem, de én úgy gondolom, hogy ami tőlem telhető, azt megteszem értük, ilyen téren is. Ingott-e meg valaha a hitetek? Tehát minden ember küzd nehézségekkel. Vannak olyan helyzetek, történetek, amikor úgy azért az valahogy úgy hat ránk, hogy nem tudunk mit kezdeni vele. Hát bólogattok mind a hárman. Szeretném, igen, hogyha igen. elmondanátok, hogy mikor, vagy nem kell részletekbe menően menni, de hogy valóban nem az van, hogy ez egy ilyen lineáris dolog, és hogy az mindig van, hanem hogy van, amikor sokkal erősebb, van, amikor meg picit meginog. Hullámvölgyek vannak, de gondolom, hogy ez a természetes, nem? Tehát, szerintem is. Mondjuk természetes volna az is, hogy lehetne mindig felfele ívelni, de... Az ideális lenne. De nem, végül is nem. Hát az én esetemben tehát a személyes életemben az másodéves teológiai hallgató voltam, amikor egy szívinfarktus következtében elhunyt édesapám, ő volt a lelkész, és akkor azért kellett egy 10 év vita, hogy akkor ezt most a jó Isten tényleg komolyan gondolja, tehát hogy engem itt irányít, egy ilyen úton, hogy legyek lelkipásztor, és hirdessem az ő országát, és közben a saját apámat elveszi mellőlem. Ez nagyon mély volt, de szerintem minden egyes gyermek így van vele, aki ideje korán elveszíti a szüleit. Ez egy olyan... Tehát egy olyan állapot, amikor olyan, mint amikor beleesel a nagy semmibe. Ez az árvosság, vagy félárvosságnak az állapota, és ez nagyon megpróbáló, tehát aztán én, hogy mondjam, ki is mutattam, tehát most mosolyogva úgymond gondolok vissza arra, hogy milyen fegyelmiket kaptam a teológiai oktatás során, és hogy akartak eltanácsolni a teológiáról, aztán mégsem sikerült, mert a Jóisten megvédett, de na, tehát... Ebben az időszakban nyilván nagyon-nagyon nehéz volt, és tényleg nagyon ott voltam a határon, hogy na jó, hát én ezt így eddig tudtam csinálni, de most akkor
csináljon vele a Jóisten, amit akar, mert én ezt tovább így nem bírom, s hagyjon nekem békém. De aztán hál' Istennek mégiscsak át lehetett lépni. A szolgálatomban pedig az a legelső nagy-nagy tragédia egy fiatal lánynak, Gyöngyikének, nyugodjon békében, az elvesztése volt, aki ilyen ifjú volt, mint te, még fiatalabb, Gyöngyike alig volt 20 éves, és az ifjúsági egyletünknek egy nagyon alapos tagja volt, és tanítóképzőt végzett, és egyetemre felvételizett, és mindent közösen csináltunk, de tényleg együtt tanultunk, együtt szerepeltünk, együtt takarítottunk, együtt söttünk, főztünk, mindent együtt csináltunk, és egy olyan alkalommal, amikor épp egy próbán voltunk otthon a kultúrházban, hogy a következő nap menjünk egy ilyen nagy, egy ilyen hatalmas ifjúsági találkozóra, ahol a színdarabot kellett előadni, és Gyöngyike volt a súgó, és nem volt jelen az utolsó próbán a súgó, és akkor és kicsit kiborultam, és kezdtem kiabálni, hogy hol a búbánatban van, hát ez az utolsó nap, és holnap kell indulni, és akkor hogy fog súgni, és ott hisztisztem, és az egyik fiú pedig próbálta mondani szegény, de nem tudta, hogy mind azt mondta, hogy beleütött a villám. És én mondom, hogy beleütött a villám, hát nem is esik, és a lényeg sajnos az volt, hogy megütte az áram, és áramütésben meghalt azon az éjszakán, és nyilván mikor eljutott a tudatunkig, hogy mi történik, mindenki odavonult a faluba, az udvarra, és a nagymamája, na, ezt most nehéz lesz elmondani, de oda jött hozzám, és azt mondta, hogy imádkozzon maga hangosan, hát ha. Hát én tényleg imádkoztam olyan erővel, amivel tudtam, de nem. És ilyenkor, ilyen helyzetekben milyen kapaszkodókat talál az ember? Mert hogy az a tapasztalatom, hogy meginog az ember hite, de mégis Istenhez kapcsol vissza. Ebben az esetben tehát tényleg megint ott voltam, hogy hát még egy ennyit sem, akkor én lerakom a palástot, ugye nálunk így mondják, lerakom a palástot, sütbe vágom a Bibliát, tehát ez nem lehet, hogy egy ennyit ne adjon meg, és hát mondjuk egy gyülekezetben, egy hívő közösségben mindig az a jó, és gondolom ti is, hogy az öregek. Az öregek, akik már annyi mindent átéltek, az öregek jönnek, és megvigasztalnak. És az öreg a maga 60 évével, vagy 80 évével elmondta nekem, aki akkor 20 éves voltam, hogy nem így megy az élet, papnéni, hogy egyet imádkozunk, és akkor a Jóisten most azt csinálja, amit maga akar. Tehát ez nem így megy. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb, összetettebb. Úgyhogy valójában a gyülekezet öregeinek, és az akkori kántornéninek, a Marcsa néninek köszönhetem, hogy meg tudott ő erősíteni abba, hogy vannak dolgok, amiket el kell fogadni, uh-huh. és még várjunk türelemmel. Itt most említetted az imát, az ima erejét miben látod? Na hát, már ennél nehezebb kérdést nem lehet feltenni, úgyhogy majd ti vegyétek át a szót, mert természetesen, hogy nem abban látom, hogy megtörténik az, amit kívánok, mert az túlságosan egyszerű volna, nem? Uh-huh. Tehát ezt akkor szoktam így feltenni, ugye, amikor most lapozzunk egyet, amikor vannak például a foci meccsek, ugye? Például a román-magyar foci meccs. Na, hát akkor úgy belegondolok, hogy 10 millióan, bocsánat, 15 millióan imádkoznak azért, hogy a magyarok győzzenek, 20 nem tudom hányan, na akkor a Jóisten vajon melyiket ugye fogja meghallgatni. Tehát nem ilyen egyszerű és nem ilyen együgyű az ima. Uh-huh. Nem csak arról van szó, hogy én befolyásolni akarom Istent, és akkor neki muszáj azt csinálni, amit én akarok, hanem úgy, ahogy azt hiszem, te mondtad, Adél, hogy én megteszem, amit tőlem telik én. Tehát én megteszem, ami az én képességeimen belül van, de többet nem tudok tenni. Tehát én imádkozok, és tényleg olyan tiszta szívemből, és annyira őszintén, hogy ritkán, de ennél többet nem tudok, és akkor rábízom a Jóistenre.
Andrea, neked is ingott meg már a hited? Igen, ez egy kicsit, hát így hallgatva az előző történetet, így jó, hát akkor az én történetem lehet, hogy nem is nyilván hát még fiatal vagyok. Nem a hasonlítgatásukon van a lényeg. Fiatal vagy. Persze. Most te vagy én vagyok Marcsa néni, amelyik idején 20 évvel ezelőtt. Igen, pontosan. Igen, hát ez, amikor egyetemista voltam, hát még nem olyan rég volt, amikor egyetemista voltam, de így még az elején, ez egy ilyen párkapcsolatos történet, hogy nagyon tetszett így valaki, meg úgy láttam, hogy Isten is biztos erre terelgeti a kis sztorit, és végül nem jött össze, és hogy nekem, ugye hát mindenhonnan az zúgták, ugye, hogy párkapcsolat, kell legyen páros, ez a nyomás úgy megvolt, aha, a barátaim is mindenhonnan, és hogy nem jött össze, ez akkor nagyon nagy törést okozott bennem. Így lehet egy kicsinek tűnő probléma, de én emlékszem, hogy akkor mondtam Istennek, hogy de Istenem, ez miattad van. Tehát, hogy most komolyan, ha nem hinnék, ha nem járnék veled, ha nem lennének ilyen-olyan elképzeléseim, akkor biztos, hogy könnyebben menne az élet. És hogy emlékszem, hogy fú, akkor nagyon-nagyon ideges voltam Istenre. Ez így egy mély pont volt, meg úgy akkor kérdőjeleztem meg így tényleg az, hogy ennek az egésznek van értelme, vagyis hogy nem kellene felrúgjam csak úgy. Még volt egy ilyen mély pontom, az pontosan ezelőtt egy éve volt, az utolsó év egyetemen. Nagyon sok leadandó volt, nagyon betett nekem ez az egész Covid történet, én nem bírtam, hát bent voltunk, kint lakásban voltunk négyen, egész nap négyen ben voltunk a házba, hullott a hó, nagyon-nagyon magam alatt voltam. Ott nem feltétlen a hitem ingott meg, de hogy valahogy így nagyon sok kérdőjel volt a fejemben, hogy akkor ez így most mehet tovább, s hogy ugye az egyetemből is elegem van, s mindenből elegem van, s akkor még a lakotársaimból is elegem volt. És emlékszem, hogy akkor azt segített, hogy kimentem, hát hó volt mindenhol, és akkor voltak ilyen hóbuckák a földön, és akkor így ilyen nagy kabátban, meg ilyen tréningnadrágosan, meg ilyen nagy csizmában, így tiszta erőmből nekifogtam, így rugdoskodtam azokat a hóbuckákat, tehát én tiszta jegesek voltak, egyszerűen annyira a mély ponton voltam, hogy nem tudtam már sehogy se így a feszültséget levezetni magamból, és igazából most így az is jutott eszembe ez a történet, mert hogy sokszor úgy az van, hogy jaj, hát keresztények vagyunk, milyen jó az élet, hogy Isten megsegít, de hogy nem, vannak olyan pontok, amikor egyszerűen csak az segít, ha valamit széttörök, mert hogy nem bírom tovább, vagy nem tudok tovább menni. Úgyhogy így ez a kettő jutott a szembe. Ami jutott. Igen. Adél, gondolom, nálad is volt akkor. Igen, voltak is. Nem is egy, és szerintem ez is hozzátartozik valahogy a keresztény életünkhöz. Hát ami így eszembe jutott most, talán a legközelebbi, az a negyedik gyerekünk születése után, ugye a negyedik és a harmadik között 8 év különbség van, nem vagyok fiatal anyuka már, és miután hazakerültünk a kórházból, meg stb., ugye a három gyerekemet úgy neveltem, hogy nem ez az igény szerinti szoptatás, ezek ami most nagyon trendi, hogy így akkor fejezzem más ki. Trendi, más igen. Volt a trendi most, meg ugye ez van, és igazából ez az oda vezetett, hogy nem tudtam, elbizonytalanodtam anyaként a negyedik gyereknél, hogy akkor mi is a helyes, vagy mit kell csinálnom, vagy mit kell tennem, hogy jó legyen, vagy hogy akkor most a három másik gyerekem, akkor az most kész tragédia, hogy én úgy neveltem, vagy mi van. Tehát így nagyon elbizonytalanodtam, persze a hormonok is, meg minden ugye szülés utáni, hát nem voltam depressziós, de hogy azt éreztem, hogy na én most akkor nagyon-nagyon elbuktam, vagy a három másik gyerekemmel, vagy akkor most ezzel mit csináljak. Addig, amíg aztán eldöntöttem, hogy ha hármat felneveltem, és jó volt úgy, akkor most a negyedikkel sem lesz semmi különösebb probléma, és nagyon jó lesz neki is úgy, mint a többi háromnak. De hogy közben az Istennel való kapcsolatom is, ugye még nem kaptam azt az időt, hogy le tudjak ülni, meg stb. Így nagyon eltávoltam, és úgy valahogy úgy haragudtam Istenre, hogy most még kell én ezt megéljem így, és mit kell, miért kell, mint sírjak már. A gyerekek is jöttek, és mondták, hogy anyuka, nyugodtan sírt ki magad, nincsen semmi baj. Akkor közben, hogy ott a kicsi, a nagyokhoz meg voltam szokva esténként oda bújni, meg megbeszélünk dolgokat, most ez úgy kimaradozott még ugye az elején, amíg az ember megkapja az egyensúlyt, és akkor úgy azt éreztem, hogy hagyjon nekem mindenki békén, tehát mindenki,
aki körülöttem van, Isten is, hagyjanak békén. És akkor egyik nap, úgy, ahogy kicsit így elcsendesedett a ház, ja persze ez még hozzáadódott, hogy lett néhány dolog, egyik ismerősömnek meghalt a kislánya, ahogy hazaértem a szülészetről, másnap a fiam a szánkóval úgy lejött a cinegetetőn, úgy betört a feje, hogy hívtak, hogy itt a mentő, meg mi legyen, én meg azt sem tudtam, hogy kicsit szoptassam, vagy fussak a gyerekhez. Kiesett a talaj a lábadról. Nagyon furi időszak, napok voltak. És akkor azt mondtam, így leültem egy délelőtt, és mondtam, hogy én nem tudom, uram, hogy hol vagy, mit csinálsz, akkor úgy beötlött, hogy én amikor Istennel elkezdtem az életemet, ez 20 évvel ezelőtt volt, és én nekem nem volt semmilyen misztikus élményem, vagy nem volt semmi, hanem ugyancsak egy padló a helyzetből, azt mondtam Istennek, hogy uram, én nem tudom, ki vagy, nem tudom, hogy mit akarsz velem, voltam egy lelki gyakorlaton, és ott ezt mondták, hogy Isten engem szeret, és van egy terve az életemmel, na én ezen az úton el akarok indulni, és ha működik, rendben van, ha nem, akkor ennyi volt. Na hát én most pont ez jutott eszembe ott, ahogy ültem, hogy uram, én most megint ott vagyok a lánykori szobámban, és én az elmúlt 20 évet, ha veled éltem, és tényleg nagyon sok mindenen átmentünk együtt így az Úrral, és nagyon sokszor kiemelt sok mindenből, és helyreállított dolgokat, és erőt adott helyzetekben, azt mondtam, hogy én nem akarok másképp élni. Tehát én a következő 20 évemet is veled akarom élni, és akkor úgy megint egy ilyen, mondjam, egy száraz döntés volt, hogy uram, én veled akarom ezt megélni, és akkor úgy lassan-lassan megint úgy elkezdtünk együtt lenni, uh-huh. és így akkor a hitem is aztán lassan visszakaptam, igen, azt, uh-huh. amit tulajdonképpen nem veszítettem el, csak nem láttam, hogy ott van, uh-huh. a sok minden miatt. Ugye a lelkipásztori szolgálat mellett másféle szolgálatok is vannak, jegyes kurzust tartotok a férjeddel, keresztény zenei együttesben játszol, ezek milyen pluszt adnak számotokra? Hát nekem mindenképpen úgy gondolom, ezek a szolgálatok számomra olyanok, mint talán azoknál, akiknél a test nagyon fontos, hogy ilyen edzések. Uh-huh. Tehát edzésbe tartanak az Istennel való kapcsolatomban, mert minden egyes szolgálat által növekszem. Akár a hitemben, akár így az emberekkel való kapcsolatomban. Ugye a jegyes kurzus van, akkor van havonta nőszigetet szervezünk a hölgyeknek. Ezen kívül vannak ilyen segítő beszélgetések, amiket így bizonyos emberekkel, akik igénylik, megtörténnek. Tehát ugye ezek mind úgy érzem, hogy edzésben tartanak így az Istennel való kapcsolatomban. Andi, neked mit jelentett például az, vagy most azt, hogy egy olyan munkahelyet választottál, ami szintén ehhez kapcsolható? Hát nagyon-nagyon sokat jelent. Én nagyon, tehát már olyan, nem is tudom, olyan már 7-6 éve már elkezdtem így önkénteskedni ilyen keresztény körökben, és mindig nagyon lelkesen tettem ezt, hogy valahogy amit én kaptam Istentől, vagy ami engem megérintett, vagy az a szabadság, amit ebben így megtaláltam, így nagyon vágytam arra, hogy továbbadjam, és végül is így kerültem az ő az úthoz. Azt mondtam, hogy egy évet adok ennek az egésznek, lássuk, hogy működik, és nagyon sokat ad, nagyon szeretem. Hát most pont egy fél éve, hogy itt vagyok, hogy itt dolgozom, de hogy nagyon sokat jelent, és nagyon építő. Meg így önismeret szempontjából is nagyon jó, meg nagyon izgalmas. Olyan területeken dolgozom, amiket soha nem csináltam eddig, uh-huh. és akkor az is olyan jó, hogy ilyen kihívás, hogy fú, hát akkor ezt valahogy meg kell oldani, és akkor hogyan kell megoldani. Úgyhogy igen. Nagy péntek van ma, húsvétra készülődünk. Hogyan készültök ti húsvétra? A kereszténység legnagyobb ünnepére. Kinga, Réka? Hát én a tavaly is elkezdtem, vagyis már régóta szerettem volna, de eddig soha nem sikerült, a kudarcokról ugye, a böjtöt tartani, uh-huh. és a hamvasószerda óta tartjuk, és ebben az évben a férjemmel együtt, úgyhogy nagyon boldog vagyok a hús nélküliséget, de így végig, tehát nem úgy, hogy vasárnaponként engedünk, és ez egy ilyen jó alapozás. A böjt az én megítélésemben nem arról szól, hogy most nem tudom, szenté leszek, vagy nem tudom, mi történik velem, hanem hogy le tudom tesztelni az önuralmamat. Tehát amikor egyszer azt mondom, hogy nem szabad, mert most Jézusra gondolunk, a keresztre feszítésre, na és persze tudnám így a vallásos dolgokat mondani, de nem akarom erőltetni, de a lényeg az, hogy
úgy gondolom, hogy nem csak a beszéd szintjén kell, tehát az önuralmat gyakorolni, és ha tényleg azt hirdetjük, hogy mindenki számára adott az üdvösség, és közösen építjük Isten országát a Földön, akkor valahogy fel kell legyél vértezve azzal, egy, hogy légy türelmes ugye, a másikkal, főleg azokkal, akik nem ugyanazt hiszik, mint amit te hiszel, tudjál lemondani dolgokról, főleg akkor, amikor tudod, hogy másnak sokkal nagyobb szüksége van, menekültek, háború, betegség, stb. És úgy gondolom, hogy akkor tudok én, vagy a mi családunk akkor tud igazán húsvétot ünnepelni, hogyha ezeket a lelki dolgokat előre úgymond megteszem én. És ez a bőjben nyilvánul meg, és hát remélem, hogy a türelemben. A feltámadás kérdése, ez egy nagyon hát kardinális kérdés, ugye a kereszténység fő hittétele, de ezzel is úgy vagyunk szerintem, hogy engedjük meg, hogy mindenki úgy higgye a feltámadást, ahogy azt az ő lelkének megfelel. És mi unitáriusok megint visszatérek arra, hogy ugye egy kicsivel több bennünk a racionalitás, mint a miszticizmus, ami nem mindig jó, és amikor elmegy túl nagy arányban ez, akkor én legalábbis mindig visszaráncigálom az embereket, hogy engedjünk csak az érzéseknek, és engedjünk a megfoghatatlannak, nem kell mindig mindent megérteni. Ezt azért mondom, mert a feltámadásban mi mindig azt hirdetjük, hogy nem kimondottan a testi feltámadásban hiszünk, hanem a lélek örökké valóságában. Ebbe persze benne van, és ezt gondolom így igazi húsvét a húsvét, hogy szembenézzel a halállal, szembenézzel az elmúlással, szembenézzel a szenvedéssel, és hát a hit az ott mérődik meg, hogyha tényleg, amit egy életen keresztül úgymond mindig mondtál, vagy legalábbis szeretted volna, hogy mások ezt hallják tőled, ugye akkor ez a valóságban is megvan, mert a húsvét az a szenvedésnek a legyőzése, a halálfélelemnek a legyőzése, az örök életben való hit. Persze ezek nehéz dolgok, de úgy gondolom, hogy a húsvét akkor teljes, ha szabad ezt mondani, a húsvéti ünnep akkor teljes, hogyha ezt így szépen fel tudod építeni, és hát a bőtnek az időszaka az pont elég arra, hogy ezt így felépítsd, hogy a végén ugye ott tudjad hagyni valójában, ott tudjad hagyni Jézust a kereszten, vagy ott tudjad hagyni Arimatia József sírjában, amikor már levették, de a lényeg az, hogy tovább tudjál lépni a halálon. Andrea? Hát idén egy kicsit másképp készültem így az ünnepre, mint eddig. Próbáltam bőtölni, és az egyik barátnőmtől hallottam egy ilyen kis módszert, hogy ugye általában 40 plusz-minusz nap van a hamvazó szerdától ugye a húsvétig, és akkor azt találtam, hogy ilyen 10 naponta lemondok egy-egy dologról. És akkor vettem az első 10 napban mondjuk lemondtam a Facebookról, most ez egy banális példa, pont nem erről, de hogy így értsétek. És akkor a következő 10 nap még hozzátettem valamit. És akkor ez így nagyon izgalmasát tett, hogy hú, akkor jön a következő 10 nap, akkor most miről fogok lemondani? Egyébként meg még a bőjt elején hallottam egy ilyent, hogy ima nélkül a bőjt csak diéta, és így nagyon hasított, hogy oké, egy az, hogy én lemondok, és kettő, hogy imádkozom a szándékokra, úgyhogy próbáltam imádkozni többet. Általában ilyen szándékokat tűzök ki magamnak, azt leírom, hogy oké, most a bőtöt ezért ajánlom fel. És nekem személyesen mindig nehéz téma ez a bőt, vagy mindig olyan nehezen veszem rá magam, hogy oké, most bőtölni kell, értsétek jól. És hogy jó volt ezt idén másképp megélni, és mindig, amikor jön a feltámadás, akkor mindig olyan felszusszanás, hogy hú, most feltámadt Jézus, most azokra a dolgokról, amikről lemondtam, most megint visszavehetem őket, és megint akár például a Facebookot újra Facebookozhatok. És azért mindig úgy a feltámadáskor mindig úgy nagyon erősen megüt az, hogy Jézus meghalt, értem. És hogy amúgy ez eléggé brutál, tehát hogy tényleg van valaki, aki meghalt, értünk.
és hogy ezt mindig hozzászoktam tenni, hogy az Ószövetségben mindig ilyen állatokat áldoztak fel a bűnök kiengesztelődésért, és hogy tényleg jött valaki, aki meghalt azért, hogy nekem ne kelljen áldozatot bemutatni, és ez mindig úgy szembeüt húsvétkor. Uh-huh. Ez a nagy igazság. Adél, ti hogy készültök? Családilag? Vagy te személyesen? Is. A gyerekek ifire járnak, és az ifiben is bátorították őket bőjtre, úgyhogy kaptak ilyen kis füzetecskét, hogy minden nap mi az, amit bőjtként felajánlani, és fel is van téve a falra, és akkor nézzük, hogy na ma ez, meg az. Nem minden nap sikerült, tehát ez is hozzá. Akartam kérdezni, hogy ők nem lázadoznak még? Nem lázadoznak, mert hogy ők hozták haza, úgyhogy, de nyilván benne van az, hogy most nem lenne szép tőlem, hogy ilyen szépen beállítsam, hogy nálunk ez minden nap így működik, nem működik épp minden nap, de úgy mikor, melyiknek eszébe jut, hogy na, ma ezt kell, vagy ezt nem kell, vagy ez van benne. Igazából én nagyon sok évig, mielőtt így az, úgy mondjam úgy az Istennel való kapcsolatomban, hogy igazán elindultam, azelőtt is sokat bőtöltem, annak ellenére, hogy nem volt hitem, de ez egy nagyon képmutató dolog volt, és nagyon tetszett nekem az, hogy az emberek ezt látják, hogy jaj, nem eszel húst, és hogy ez milyen nagy dolog, és milyen ügyes vagy. Hát inkább kifele szólt. Inkább ilyen képmutatás volt. Uh-huh. És valahogy ettől egy kicsit úgy ockodom, és nem akarom ezt vagy nem akartam, és azóta nem is így gyakorlom. Nyilván vannak olyan napok, amikor bőtölök így, hogy nem húst eszem, vagy olyant, hogy nem is eszem, csak vizet iszok, vagy ilyenek. De hogy igazából egy jó pár éve számomra elsősorban a bőt azt jelenti, amit Jézus is tett, ugye, hogy 40 napra elvonult az Atya elé, és hogy a célja a bőtömnek az, hogy az tehát több időt tudjak tölteni, úgymond a pusztában, hogy ezáltal tudjak még inkább növekedni, és nyilván nagyon olyan szempontból is az étellel való kapcsolatom ilyen szempontból egy kicsit úgy nem annyira jó, mert hogy kicsit összekeveredik a motiváció, hogy akkor vajon most tényleg bőtölni akarok, vagy egy kicsit benne van a pakliba az is, hogy hát azért rám férne egy pár kiló leadása. Tehát, hogy nem akarom ezt a kapcsolatot, ezt a bőti időt beárnyékolni egyáltalán a saját emberi motivációmmal. Hát kívánom, hogy a következő napokban is még sikerüljön ráhangolódni húsvétra, a feltámadásra. Köszönöm szépen a beszélgetést nektek, köszönöm, hogy itt voltatok, és önöknek, kedves nézőink, áldott húsvétot kívánok, találkozunk jövő pénteken, a viszontlátásra.